Jó estét kívánok! Jubileumi műsorunkat elkezdjük, helyezkedjenek el kényelmesen, kellemes kikapcsolódást kívánunk önöknek és a mobiljaiknak is. Felkérem Rácz Anikó alpolgármester asszonyt, mondja el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt jubiláló együttesek, ünneplő közönség, kedves vendégek! Idén áprilisban két születésnapi rendezvényre voltam hivatalos. Az egyik egy családi körben eltöltött 50. születésnap volt, ahol az ünnepelt fogadta a jó kívánságokat, az ajándékokat, a virágokat, örült az ajándékoknak és a vendégeknek. Ez a másik áprilisi születésnap, ez a mai rendezvény, amikor művészeti csoport, hagyományőrző csoport tartja a születésnapját, a jubileumi rendezvényét. Ilyenkor is hasonló dolog történik, mint egy születésnapon. Az ünnepelt fogadja a vendégek köszöntését, jó kívánságait és örül az ajándékoknak. Ami különbség az az, hogy a mai estén mi is ajándékot kapunk. Ajándékot kapjuk ezt a mai rendezvényt, amiben a születésnaposok okoznak nekünk örömet. És nem csak a mai este kapunk tőlük ajándékot, hanem már sok-sok ajándékot kaptunk tőlük az elmúlt 10 évben, az elmúlt 20 évben, hiszen megörvendeztettek bennünket fellépéseikkel, előadásaikkal, és azokkal az elismerésekkel, amelyeket hazahoztak Derecskére, és amellyel öregítették városunk hírnevét. A 20 éve alakult Tilinkó Népdalkör, és nem akarom a moderátor dolgát elvenni, Vas Lajos nagydíjban, Arany Páva díjban részesült, így öregítette a városunk hírnevét. A 10 éve alakult Kikelet Néptánc csoport mögött is, mint a Tilinkó mögött, számtalan helyi, környékbeli és határon túli fellépés van. Többek között 2009-ben az 550 éves Székely Keresztúr jubileumi rendezvény sorozatán képviselte a Kikelet városunkat. Sokszor hallunk, olvasunk a hagyományőrzésről, a hagyományőrzés fontosságáról, de ha jobban belegondolunk, akkor nem csak az emberek, csoportok, közösségek őrzik a hagyományokat, hanem éppen fordítva igaz, hogy a hagyományok őriznek meg, tartanak meg bennünket, közösségeket, embereket egyaránt. Tartást adnak hagyományaink, segítenek eligazodni abban, hogy kik is vagyunk a világban. Az idén 135 éve született Kodály Zoltán írta 1929-ben, hogy a haza csak akkor jelent valóban hazát, ha megismerjük az éneklő és táncoló Magyarországot, amely, őt idézem, pezsgő élet, gyógyító melegség, színpompás őserdő. Azt, hogy nekünk derecskeieknek pezsgő életet, gyógyító melegséget jelent néphagyományunk, az többek között a Tilinkó Népdalkörnek és a Kikelet Néptánc csoportnak is köszönhetjük. Köszönhetjük alapítóiknak, minden egykori és jelenlegi tagjuknak és minden vezetőjüknek. Ma este fellépőknek, a ma este jubiláló együtteseknek jó ismerősei, személyes jó ismerősei, rokonai, családtagjai ülnek most itt a zsúfolásig megtelt teremben. Így engedjék meg, hogy én is két személyes élményemet osszam meg önökkel a két csoporttal kapcsolatban. Először a Tilinkó Népdalkörről. Mindig öröm őket a színpadon látni. Számomra varázslatos pillanat, amikor elfoglalják a helyüket a színpadon, félkörbe állnak, szemük ragyog, szájról szájra adják a gyönyörű dallamokat, elkezdenek énekelni, és elkezdenek mosolyogni. Azt közvetítik a számomra, amit Lajta László népzenekutató 1938-ban így vetett papírra. A népzene nem volt tárgy. A népzene lélek. A népzene élő szervezet. Másik személyes élményem a Kikelet Néptánc csoporthoz kötődik, amelynek 5 évig én is tagja voltam, és sokat tanultam ez idő alatt. Együtt ismerkedtünk a tánclépésekkel, együtt izzadtunk a próbákon, együtt örültünk a megtanult koreográfiákon, együtt izgultunk a fellépések előtt, és együtt örültünk a sikeres fellépéseknek. Együtt köszöntöttük a születésnaposokat, és megosztottuk egymással az életünk fontos pillanatait.
A csoportok tagsága, bár az elmúlt években változott, hisz természetes az egy-egy szervezet életében, mégis a tagok nem csak a próbákon, nem csak a fellépések alatt, hanem az életben, a hétköznapi életben is mindig számíthatnak egymásra. És Devecske városa, a város közössége is mindig számíthat rájuk. Elismerés és köszönet illeti a Tilikó népdalkör és utánpótlás csoportjai, a Kis Cinkék népdalkör és a Csicsergők énekegyüttes, valamint a Kikelet vezetőinek, tagjainak, hogy a tanulás a munka mellett fáradtságos, kitartó gyakorlással tanulják, tanítják, őrzik örökségünket, magyar népdal és néptánc kincs értékes darabjait. Végezetül az együtteseknek még sok-sok 10 éves, 20 éves jubileumot kívánok, további munkájukhoz sok sikert, és visszautalva Kodály Zoltán szavaira, valamennyiünknek azt kívánom, hogy a ma este segítségével is ismerkedjünk, merüljünk el az éneklő, táncoló Magyarország csodálatos dallamai és tánclépései, koreográfiai között, és vigyük haza ezt a ma este ajándékba kapott rendezvényt, azt az élményt, amit itt nem soká kapni fogunk. Köszönöm, hogy tisztelő figyelmeket! Mert fogadnám, de már később hull a könnyen.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a jubileumi műsorunkon, a Kikelet Néptánc csoport és a Tilinkó Népdal kör nevében. Sokat gondolkoztam, hogy mit mondjak a Tilinkóról, illetve az eltelt 20 évünkről, és aztán azt gondoltam, hogy az emlékeket fogom felemlíteni, hisz igazából a 20 év az az emlékekről szól, az emlékek felidézéséről, a jókedvről és a közösségünkről. Azzal kezdeném először is, hogy egyáltalán honnan jött az indítatás a népdalkörünk megalapítására. Egyszer hol volt, hol nem volt, még az 1990-es években, az évek elején a művelődési házban dolgozott a néphagyomány, a népi kultúra és a népzene mellett elkötelezett népművelő, akit Juhász Erikának hívnak. Ő volt az, aki egy lelkes kis énekes csapatot toborzott össze, jó hangú általános iskolás gyerekekből. Ennek a Derecskei Népdalkörnek voltam én is a tagja, és ha hiszik, ha nem, a művelődési ház mostani vezetője, Nátházi Tálas Csilla is. Miután azonban középiskolások lettünk, az akkor már nagyobb múltó, szintén Erika vezette Berettyóújfalui Pávákhoz csatlakoztunk mindketten. A középiskolai évek alatt az éneklés, az együtt töltött idő, a sok utazás olyan összetartó erővel bírt, ami mély nyomot hagyott bennem. Ilyen emlékek voltak a Váci rádió felvételes verseny, ahol a színfalak mögött a Nem vagyok én apáca című klasszikus népdalslágert adtuk elő, természetesen autentikus tánccal kísérve, vagy nagyon jó emlékek az Erikával közös autóutak, a Mohácsi busójárás, a Bakonyoszlopsövény kúti tábor és a sok nevetés a próbák alatt. És tőlük ered a Juci Bece nevem is, mert először ők neveztek így. Köszönöm most Erikának és az egykori páváknak, ha nem is a teljes csapat tudott a színpadon lenni, hogy eljöttek és újra együtt énekelhettük az összes utánpótlás csoporttal, a Szederindával, az új Berettyóújfalui Pávával, a Tilinkóval, a Kiscinkével és a Csicsergőkkel az egyik legkedvesebb pávás csoport. A pávás évek után a középiskolát elhagyva elkerültünk ide és oda is, de hiányzott valami. Ezt az űrt szerettem volna pótolni azzal, hogy az akkori kis pántlikás táncosokból megalapítottam egy népdalkört, aminek még nem volt neve. Természetesen keresgéltünk, ötleteltünk az akkori gyerekekkel sokat, míg végül egy hangszer neve mellett döntöttünk, és így lettünk Tilinkó népdalkör. Bár Békési András jobban szereti a becezését, a Tilinkót. Lehet igaz is ránk ugyan, mert ha valaki egy-egy próbának részese, akkor bizony megkérdőjelezi, hogy felnőttek vagyunk-e. Az első tagok mai színpadra lépnek, és szinte mindegyik aktív tag ma is. Bagdás Zsuzsa, Marcin Vanda, László Beáta, Marcin Roland, Szilágyi Szabina, Gombos Anett, Beneviki, Fogarasi Szandra, és később csatlakozott még Borsos Szabina, Takács Réka és Botján Judit. Az éneklés mellett számos közös élményben lehetett részem velük, úgy mint a Dermák Farsang, szintén autentikus műsor előadásában, a Kicsi Tulis drámajátékok, amelyet most csak a tilinkósok értenek, és a próbák alatti piros pontok gyűjtése, a tánctáboros kirándulások Kisgyőrbe, Hármas Hatályhegy aljára, a Mikulás ajándékhúzás és az elmaradhatatlan karácsonyi összejövetelek. Aztán elértük a 10 esztendőt. Marcin Istvánné a Mi Macánk vart ránk új ruhát is, megünnepeltük a moziban verbum találkozóval egybekötve, hisz a tánccal, a Szivárvány Hagyományőrző Egyesülettel szorosan összetartoztunk mindig is. Először volt tortánk, és készült rólunk profi fotó Rékasi Attila jóvoltából. Ekkor már voltak új tagjaink Paksi Dóra, Milák Vera, Pálóci Alexandra, Kelemen Ágota és Marcin Viktória. A próbákon és az együttléteken a jókedv töretlen és határtalan volt mindig. Elkezdtünk megmérettetésekre is járni, ami sok sikerélmény nyújtott számunkra, de sosem ez volt a lényeg, hanem az egymás és az éneklés iránt érzett szeretet és összetartozás. Kirándulni voltunk együtt, és talán az utazás közben buszsofőr nem nevetett még annyit, míg mi Egerből Síkfőkútig eljutottunk. Judit lányom mindenkit beelőzött az emelkedő felfele,
Vanda feladta és rájött a bőröngyére, soha nem keltek fel időben, a fél napot átaludták, álmukban kaparáztak a lábukkal a frászt hozva mindenkire, és még sorolhatnám a történeteket és az élményeket ezzel kapcsolatban, de annyi minden volt még. Aztán eljött a 15 éves jubileum, melyet a Kék Káló Citera zenekarral ünnepeltünk meg, és Maca ismét vart nekünk egy ruhát Sárközi Béláné segítségével, akinek a szűrátétes munkát köszönhetjük. Majd nagy fába vágtuk a fejszínket, és készítettünk egy CD felvételt. Nagyon büszkék voltunk rá, amelynek örömére egy egész estés műsort is összeállítottunk a CD anyagát bemutatva. Amire azonban a legbüszkébb vagyok, hogy megalakultak az utánpótlás csoportjaink 2012-től. Azt gondolom, hogy egy együttes, egy csoport csak akkor ér tovább, ha van, aki mindig folytassa. Így büszkélkedhetünk egy kis tilinkóval, akik épp most lettek tilinkósok, egy kis cinkével és egy csicsergő csoporttal. Az utánpótlások vezetője Marcin Viktória. Csatlakoztunk a Derecskért Civil Összefogás Egyesülethez, amelyben pályázatok és az önkormányzat mindig hozzájárult a működésünkhöz, és támogatja ezt a mai rendezvényünket is. Mindezt a segítséget mi a fellépéseinkkel, sikereinkkel háláltuk meg a városunk számára. És most itt vagyunk a 20 éves jubileumon, ami szinte hihetetlen. És ami Macánk ismét vart egy új ruhát nekünk. Egy ilyen rendezvény számomra azt jelenti, hogy a közösség összetartozását ünnepeljük meg, közösen a jelenlegi és egykori tagokkal, családdal, barátokkal és azokkal az emberekkel, akik számára a tevékenységünk jelent valamit. Az elkövetkezendő másfél órában a Kikelet Néptánc csoporttal közösen arra törekszünk, hogy a nézőtéren egy kicsit mindenki legyen részese annak az összetartó erőnek, ami a működésünket jellemzi, az egymás iránti megbecsülés, az együtt éneklés öröme. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy mindezt a mai estén megmutathatjuk Önöknek. Kedves vendégeink, tisztelt közönség, most következik a Kikelet Néptánccsoport része a köszöntő után. A hagyományteremtéshez nélkülözhetetlen, hogy tudjuk, honnan indultunk, hogy elmondhassuk kezdeti lépéseinket és tudatosítsuk legendáinkat. A Kikelet első lépését 2007 tavaszán tette meg, ebből ered a név is, mert tavasz, mert újrakezdés. A logón látható két hóvirág közt táncoló pár fölött a Kikelet Néptánc csoport felirattal alattuk az a jó, zsíros, fekete derecskei föld, mind ezt szimbolizálják. A megalakulás előzménye, hogy 2005-ben a Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület fennállásának 30. évfordulóját tartotta, ahová meghívták azokat a táncosokat is, akik már felnőttek révén elhagyták korábbi együttesüket. A műsorban ők is szerepet kaptak, és a közös felkészülés, az újra átélt boldog régmúlt ébresztette fel bennük a táncolás hiány érzetét. A szándékot Bújdosó Lóra és Nagy László karolta fel, és megszületett az elhatározás. Kell egy olyan felnőtteknek szóló tánctanítás, ahol a hagyományőrzés mellett a magyar néptánc széles körű megismerése és elsajátítása a cél. Ekkor 8-an gondolták ezt, az elmúlt 10 év során közel 50-en vettek részt aktívan a csoport munkájában, mára 20 főben állandósult létszámuk. A Kikelet megszületésével felmenő rendszerűvé vált Derecskén a néptánc művelése, így óvodáskortól életfertőkorig lehet közösségi és művészeti élmény fejlődési lehetőség. Lelkes amatőr felnőttekből álló tánccsoport él léte egyrészt hiánypótló tényező, másrészt útmutató is a fiatalok generációk számára. És ezt már Ötvös József is megfogalmazta. Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincsen múltja, nem lehet jelene, s jövője sem. A baráti találkozásoknak indult vasárnap délutáni táncolások, próbálkozások értelmét, a fellépések, a nyilvánosság előtt való megjelenés adta meg. 2007. decemberére állt össze az első hajdúsági koreográfiájuk. Nóri és Laci összehangolt munkája új és új táncokat tűzött repertoárra.
Széki, Nádudvari, Szatmári, Magyar Palotkai. Ha a próbák hangulatát akarjuk egy mondatba foglalni, úgy szólna, lélekkel telt tanulás. A soha el nem maradó bemelegítések, a pihentető daltanulások, a szabadtáncként rögzülő motivum, a koreográfiák rögzített sorai, a fáradhatatlan gyakorlások, egymás segítése, tanulás egymás hibáiból megszokott, vált programja a vasárnapoknak, igazi feltöltődés. Szép hagyománnyá vált, hogy a próbák végén köszöntik a születés, illetve névelős társaikat. A gyönyörű széki köszöntő dalama testet, lelket melegítő áldást kínál. Fontosnak tartják, hogy minden évben megünnepeljék a kikelet születésnapját, és 5 évente ezt be is mutassák a közösségnek egy gálaműsor keretén belül. Kell, hogy megálljanak, összegezzenek, hiszen ez segíti tovább a építkezést. Aki jelen volt az 5 éves jubileumi műsorukon, láthatta, hova lehet eljutni, kitartással, szorgalommal, alázattal. Ott lezárult egy korszak. A vezetők különvállása miatt új irány és új szemlélet lépett a tánccsoport életébe. Bújdosó Nóra vezetői szerepét Tarsony D. Tarhester töltötte töltibe. Rövid időn belül szakmai megmérettetéseken vettek részt a Biharkeresztesi Regionális Néptánc találkozón, ahol 2014. május 17-én első helyezést ért el a csoport Táncok mezőségből címmel. 2015. május 30-án Vándor díjjal jutalmazták őket Csikó Bőrös Kulacson Somogyi Táncok című koreográfiájukért. 2016. májusában külön díjasok lettek Bánattól Örömig Dillalföldi Táncukkal. Az elért sikerek újabb impulzust, bátorítást adtak a társaságnak, s hitet, hogy érdemes áldozatot hozni céljaik eléréséért. Az elmúlt 10 év gazdag programot hozott a kikelet számára, járt Erdélyben, a Felvidéken, néhányan Franciaországban, a Zemplénben, a Párciumban, fellépett Derecskeváros, valamint a környező falvak, városok, testvérvárosok rendezvényei. A Botorka Fesztiválon Balánbányán, Vókonyán, a Pusztai Fesztiválon rendszeres meghívottként igyekszik helytállni és eleget tenni a felkéréseknek. Ma este külön öröm számukra, hogy a Tilinkú népdalkörrel ünneplik közös jubileumokat, így nem csak a tánc, hanem a hozzá kapcsolódó népdal is fémjelzi az általuk képviselt hagyomány szeretetét. A mai műsor címe is ezt tükrözi, egy élet a tánc, melyben lélek a dal, Arany János gondolata ez. Engedjék meg, hogy ismertessük a mai műsor rendjét. Első műsorszámként kiszáradt a Bodzafa vözödi népdalokat, énekeltek a Berettyóújfalui Pávár, a Szederinde egy énekegyüttes, a Tilinkó népdalkör, a Csicservők énekegyüttes és a Kiscinkék népdalkör. Másodjára Csikóbőrös Kulacsocskán Somogyi táncokat ad elő a kikelet a Tilinkóval, a koreográfiát Tarsonyné Tareszter és Nagy László munkáját dicséri. Harmadjára Dunaparton van egy malom, baranyai és vasi népdalokat hallunk a Csicservők, a Kiscinkék és a Tilinkó előadásában. Negyedjére Derecskei és Nádudvari félforduló a kikelet előadásában, a Derecskei verbunkot Békési András, a Nádudvari félfordulós Jeremiás Lajos koreográfiájában láthatjuk. Ötödjére Kertem alján Bújbúj zöldág, nyiradonyi játékok és népdalok a Csicservők, Kiscinkék és a Tilinkó előadásában. Hatodjára Bánattól Örömig, Délalföldi, a kikelettől, Tarsonyné Tareszter és Nagy László munkáját dicséri. Hetedjére El kell menni, nincs mit tenni, Ördöngős Füzesi katonadalom a Tilinkó és a kikelet előadásában. Nyolcadjára Táncok mezőségről, Mezőségi táncok kikelettől, Bújdosó Nóra és Nagy László koreográfiájában. Kilencedjére Két domb között besütött a holdvilág, Magyar lapádi dalokat hallhatunk a Tilinkó előadásában. Tizedjére Hajnalcsillag Kalotaszeged, az új koreográfia, kalotaszegi táncok a kikelet előadásában, Király Sándor, Tarsonyné Tareszter és Nagy László munkája a koreográfia. A végén a finálé sem fog elmaradni. A műsor zenei kíséretét a Szeredás együttes adja. Fogadják szeretettel az előadást. Köszönjük megtisztelő figyelmet!
Egy rövid technikai információ. A Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézménye, valamint a Derecskéért Civil Összefogás Egyesület képviselete virággal köszönti az ünneplő csoportokat.
100 leányért nem cserélt. Megvidító orcácskány. Csókra tervet, kerek szádat. Ha a számhoz szoríthatok, Zsuzsijét nem csókoltak. Hogy komtog a kezem, fejben szívet. Ó, milyen szép az ajakon, s aranyláncra méltó nyak. Karcsú gyerekadod a vár, halhely nélkül is szép. Nem úgy áll, mint a hanciék, vagy az, hát megmondám, kiék. Szép a haja cégszáll, ha kis csikó hordozik. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt buklia. Édes a te dalmás, gyérceforma kotyogású. Kígy kottyol, ingepi éve, úr szívem. Ha bánatim közlöm véled, egy szóra lelkem megél. Ha jó kedvem csúcsolodik, általad megszakad. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak. És mikor a hém nyár rankasz, nékem te megfrissíted. Húzd rá! Thank you.
testet tegyék hótestemhez, és ezt az írást feladat. Utasítsz. Köszönj rá nekünk. Itt látni kormódjám. Kedves élete pár. Csikó Bóros. A barátok!
hangulatom éleg magamat. Elérkezett az idő, mely az esküvőre hív.
Induljunk hát a templomba, tisztelt vendégség! Húzd rá, cigány, az indulót és a nászmenetben a talpalából! Hadd szóljon! Thank you.
Jó
együtt ünneplők, büszke derecskeiek. Az utolsó műsorszám következik, amely után lehetőség lesz a köszöntésekre. Feladatom még, hogy az est támogatóit ismertessem, kik is ők. Derecske város önkormányzata, Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény, Derecskér Civil Összefogás Egyesület, Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület, Derecskei Barátság Vadásztársaság, Együtt a Kultúráért Társadalmi Szerepvállalás Erősítése a Közösségek Fejlesztésével című Európai Uniós Projekt, Marcin Istvánné, Kovács Ildikó, Orbán Szabolcs, Fórián Sándor, Régió Papír. Köszönjük áldozatos támogatást!